A Mi Hazánk mozgalom egy nemzeti keresztény alapokon felépülő, jobboldali ellenzéki párt. Úgy látjuk, az elmúlt 30 év kormányai nem tudták megoldani Magyarország fő problémáit, ezért az eddigi Gyurcsány vagy Orbán kétpólusú rendszer helyett harmadik utat kínálunk. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely nem kér a kötelező oltásból, és adót vetne ki a koronavírus haszonélvezőire. Nem vagyunk vírustagadók és oltásellenesek sem. Az az álláspontunk, hogy mindenki dönthesse el maga, kéri-e az oltást, vagy sem. Számunkra a magyar dolgozó az első. Tisztességes béreket követelünk, és megbecsülést a magyar embereknek. Börtönbe juttatjuk a kizsákmányoló végrehajtó maffiát és a politikus bűnözőket. Torockai László, a Mi Hazánk miniszterelnök jelöltje, kezdeményezte először a déli határkerítés megépítését. Megvédjük Magyarországot az illegális bevándorlóktól. De minden segítséget megadunk a háború elől menekülő kárpátaljai magyaroknak. Magyarországnak ki kell maradnia az ukrán-orosz konfliktusból, mert ez nem a mi háborunk. Európai értékeink megóvása a tét. Európai összefogásra van szükség. Szembeszállunk az LMBTQ és gender lobbival, nem hagyjuk, hogy cigányországgá váljunk, egy független és erős Magyarországért dolgozunk. Földet osztunk a fiataloknak, magyar gazdaságot, nagyvállalatokat hozunk létre, zöld politikánk és oktatáspolitikánk elhozza hazánknak a megkésett 21. századot. További részletekért keresd a 100 oldalas véradatprogramunkat.